Sziasztok, Péter vagyok, és én is tapasztaltam nagyon furcsa dolgokat az életemben, ami miatt keresni kezdtem. Olyan tünetekre gondolok, hogy értetetlenül rosszul létek jöttek rám bármilyen helyzetben. Először cukorbetegségre gyanakodtam, kivizsgáltattam magam, nem találtak semmit, vérképem is tökéletes volt. És előbb-utóbb, ahogy így teltek a hónapok, már minden alkalommal, reggel, délben, este, bármikor előjött ez a tünet. Remegés, rosszul lét, és különböző gyengeségek. Izomgyengeség, vagy ilyen levertség, depressziós állapotok. És ezek után kerestem, kutattam, míg nem, egyszer csak rábukkantam az Anamé programra. És ezután pedig, hogy elkezdtem gyakorolni, már volt némi előéletem, sok mindent gyakoroltam, két nap alatt, nem viccelek, két nap alatt eltűntek ezek a tünetek. Utána vissza-vissza jöttek, persze finomabb formában, és azóta is gyakorlok, és azóta is vannak tüneteim. Ezek az életben mindig megmutatják az embernek, hogy éppen mivel van dolga, és szépen lassan dolgozok rajtuk, de ezek már sokkal finomabban jelentkeznek, és nem tartanak olyan sokáig. Sokan ugye másképp élik meg ezt a dolgot, de nálam ez olyan volt, hogy néha túl sok energia volt bennem, néha meg egyáltalán nem volt. Volt, amikor olyan gyengeség jött rám, hogy nem bírtam felállni a székről, és ugyanakkor volt, amikor annyira pörgött az agyam, hogy akár éjszaka 3-4-ig is fenn voltam, és dolgoztam valamin, vagy alkottam akár zenét, akár valami mást. És ezek után úgy gondoltam, hogy nem lehet köze sem étkezéshez, sem életvitelhez, mert nagyon vigyáztam magamra, mit ettem, mikor ettem, mennyit mozogtam, nem hajtottam túl magam semmiben, és mégis voltak ezek a tünetek. Úgyhogy hát mondhatom azt, hogy ez egy időszerű kapu volt, és vállaltam, hogy átépek, és megnézem, hogy mi van odaát, és szerencsére jól sikerült a dolog, mert azonnal jöttek a segítségek az életembe, és megváltozott minden, és azóta is élem ezt a energiatelt, boldog, vidám életet, és mindenkinek ezt kívánom, de nem is mindenkinek, hanem neked, aki nézel ezt a videót, hogy próbáld ki, és indulj el, gyakorolj és tapasztalj, mert minden tapasztalat csak a tiéd, és ez felbecsülhetetlen érték.